Antonio Gutierrez ENSZ főtitkárt mély aggodalommal töltik el a lengyelországi rakéta becsapódásról szóló beszámolók, és reméli, hogy alapos vizsgálatot folytatnak le az ügyben, hangsúlyozta kedden közleményében a világszervezet helyettes szóvivője. Mint fogalmazott, a főtitkár szerint kulcsfontosságú, hogy elkerüljék az ukrajnai háború keltette feszültség további éleződését. A lengyel külügyminisztérium korábban azt közölte, hogy az ukrán határhoz közelébb Zsevodovban orosz gyártmányú rakéta csapódott be, aminek következtében két lengyel polgár vesztette életét. Joe Biden, amerikai elnök mindazonáltal Szerdán, Indonéziában úgy fogalmazott, nem valószínű, hogy a rakétát Oroszországból indították el. Hozzátette, hogy egyértelműen csak úgy tud állást foglalni a kérdésben, ha a vizsgálatok befejeződnek. Biden kezdeményezésére a G20 csoport csúcs találkozóján részevő állam és kormányfők közül az európaiak, valamint a japán és a kanadai miniszterelnök külön egyeztetést folytatott a témáról. Ezt követően közös nyilatkozatot adtak ki, amelyben jelezték, hogy minden támogatást megadnak a lengyel hatóságoknak a vizsgálathoz, és szoros kapcsolatban maradnak annak érdekében, hogy megvitassák a következő lépéseket.